Nagy öröm és kihívás számomra, hogy megnyithatom Bohuséka önálló kiállítását. Mint ahogy bemutattak, nem vagyok semmi rész, semmi értő, csak lelkes új élvező. Hozzám értésem és hivatásom miatt kérem, hogy nézzék el nekem, hogy nem szakszerű leszek, hanem azokat a gondolataimat és érzéseimet osztom meg önökkel, röviden, amelyeket a kiállítás képeinek köszönhetek. Úgy kerültem pszichológusként ebbe a megtisztelő szerepbe, hogy évekkel ezelőtt beszéltünk Rékával egyszer arról, hogy a gyerekkor traumái, az édesanyja hosszú betegségének és korai elvesztésének a fájdalma a művészet segítségével is feldolgozható. Sőt, amíg a hétköznapi ember a traumájával csak alkalmilag kísérletezve fordulhat a művészet felé, hogy utat találjon érzelmény kifejezésére, addig a művész számára magától értetődő a belső élményének a képi megfogalmazása. Persze a művészi alkotás központjában állhat ettől függetlenül bármi más szervező erő is, bármi eszme, gondolat, technika, de van az a pillanat, amikor az emlékek, az örömök, a fájdalmak, a kapcsolódások és a veszteségek témája egyfajta számvetés, lezárás, maga a mű. Ez a kiállítás ilyen. Beengedem a művész belső világába, a családba, az élettörténet boldog és traumatikus mozzanataiba, meleg és intim érzelemteli teretteren. Számomra ezek a képek érzékenyen reflektálnak az élettörténet eseményeire. Összegezve jót és rosszat, önfeledten boldogat és rémítően fájdalmasat. Inspiráló és elgondolkodtató. Elfogadva az egészet, és mintegy lezárva egy szakaszt, tovább vezetnek a családtól egy saját élet elfogadó önazonos útra. Hidat teremtenek a gyerekek öleléseitől és játékaitól, a művészörök munkáihoz való kapcsolódáson át, a betegséggel való küzdelmen és a veszteségeken keresztül, az alkotó felnőttkorig, az élet és az energia továbbadásáig. Ennek a hídnak az alapját, a tartó pillérét, azok a régi újságlapok alkotják, amelyeket Bohus Réka a bátyjától a 18. születésnapjára kapott, és amelyek eredetileg Réka születésének a napján jelentek meg 1992-ben. Így adja a születés az origót. És így teremtődik meg az élettörténet íve mellett egy másik természetes ív, a művész családban való élet, ahol az inspirációk természetes módon cirkulálnak, amelyen elhelyezheti magát az elődök között, reflektálva mind a művészetükre, mind a róluk szóló emlékeire. A képeket nézve én úgy éreztem magam, mint amikor előkerül egy régi elfeledett, vagy talán soha nem látott doboz, benne levelekkel, képekkel, emléktárgyakkal. Ami időnként magával ragadó, időnként fájdalmasan nehéz élményeket hoz fel. Hol momon kutatunk benne, hol átszaladnak a kezünk között a képek, a régi kincsek, hol pedig nagy érdeklődéssel fókuszálunk egy-egy hirtelen jelentősé váló részletre. És elidőzve mellettük, elmerülve bennünk, egészé formálódik a történetünk. Hol varázslatos, hol lidérces az, ahogy a személyes, én közeli témák konkrétan felbukkannak a lapokon. Misztikus jelek lennének, esetleg véletlenek, vagy mindannyiunk története összeér a kulcspontokon és benne van a mindenkori legben. Ahogy az újságoldalakon megjelennek a tárgyak, és hol kiemelnek, hol eltakarnak részleteket, megengedve, hogy a tárgyak mögé nézzünk, ezzel beengednek egy belső világba és kíváncsiságra készítenek. Vagy így bevonnak minket, nézőket is. Van, amire választ kapunk, és van, ami talán marad. Ahogy bogarászunk a tárgyak hátteréről szolgáló betűket, mondatokat, egyszer csak észreveszünk egy szót, ami hirtelen értelmet ad a képnek. Vagy mint amikor a kalejdoszkópot elforgatjuk, egy újabb szó ragadja meg a tekintetünket, és az értelmezési keret ismét változik. Átkeretezi az eddigi értelmezésünket. A képen nem csak az eltakart és kiemelt részek felelgetnek, nem csak a szöveg és a tárgy értelmezi egymást, hanem az egyes képek is párbeszédben állnak. A gyermekkor varázslatos üveggyöngyei elveszik úgy játékosságukat, és felcsillan bennük a fájdalom, az agydaganatról szóló, agydaganatról író cikken szigorúan sorakozó és ijesztő gyógyszer rengeteg láttam. Az összetört arcból kinyúló gyerekkori szobor kéz egy másik képen megjelenik.
A csempede akár a szétvágott és itt, hogy összeálló anyagyermek emlékmozaikok, és a kereszt alakban kivágott tükörből visszatekintő ég. A gyermeki kéz és a gyermeki test. Az anyai és az apai ölelés. A kicsi feszméké aprított egykori gyerekrajz, amely a valódi gyermek testen aztán újra összeáll. Az összetört, de mégis masszív és meleghatású ház egyaránt kapcsolódik a kicsorbolt üveglap mögött felbukkanó édesanya nevével és a kiállítás egyetlen tárgyával, a babaházban megjelenő épülő családi otthon képeivel. Felbukkannak az emléktöredékek, a gyerekkor játékai és a képek mellett a szülők művészetét szeretettel megidéző általuk használt anyagok és minták. A tárgyak mellett néhány képen egyenlő hangsúlyt kap a tárgyak árnyéka is. Máshol a puszta színes gondola maga válik tárgyá és teremti meg a teret. És az élettelen tárgyak és emlékek mellett felbukkan az élet is, a családi képet tartó már távolabbról rátekintő, de a biztosan fogó kéz, és a jövőt megidéző rajzban úszó kisgyerek. Számomra nagyon izgalmas az, ahogy Bohus Réka reflektál a tárgyakra. Használja őket, talán képei főszereplői, de mégsem pusztán tárgyfotók, mert a kontextus, a textus adja meg a jelentésüket. Végig felelget egymásnak a születés véletlenje és az emlékezet. A kiállítás képei alapján az, ami maradt, gazdag, biztos, stabil alap, amire remekül lehet építkezni tovább. Ahonnan el lehet indulni, és akkor vissza lehet térni, erőt meríteni, és egy saját autonóm úton alkotni tovább. Sok sikert kívánok a Bohus Rékának! Még egy-két bejelenteni valónk van. Ezen a héten vagyunk 7 évesek. 7 év alatt egyszer sem esett egy megnyitott, mert most ez egy ilyen forduló, úgyhogy most már nem az jelenti, hogy mindig esni fog, hanem valami nagyon-nagyon jó fog történni. Nagyon örülünk, hogy Rékának itt van a kiállítása nálunk, amit az NKA, Nemzeti Kulturális Alap támogatott. Tessék? A fotóhíd. Annyi minden. A fotóhónap 2020-nak a hivatalos programjának a része, és támogatta még a kiállítást a Buda Prés, ami szerintem Kelet-Európa legjobb szájderje, úgyhogy majd mindjárt kóstolom belőle. A kiállításhoz majd ez több program, mert a Budapest Art Week-nek programjában is benne van, aki regisztrálni szeretne, és egy személyes tárlatvezetést Rékával, akkor jelentkezzetek a weboldalokon. Valami más? És lesz egy katalógus bemutató, vagyis egy kiadvány bemutató, ami a maga a lapok, mint a képek egy kiadványba. Ez október 31-én, ami nekik az. Szeretettel várunk mindenki. Ezen én is megtudom a kiállítást. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.